Egyre nehezebb helyzetben van az MSZP. A szocialista pártot sorra hagyják faképni a meghatározó politikusai, és ők sem csetben távoznak. Szanyi Tibor szerint például valós lehetőség, hogy megszűnik az MSZP, sőt szerinte a szocialista párt elvesztette baloldaliságát. Erről is szó volt tegnap este itt az M1-en. Szanyi Tibornak lett hétfőn elege, végleg az MSZP-ből, mi korábban Botka László szegedi polgármesternek, de Hunvald György nevét is említhetnénk. Pár hete újpesti szocialisták ültek át a demokratikus koalíció soraiba, és nem mehetünk el Szőlősi István kilépése mellett sem. De Szanyi Tibor a szakítást azzal indokolta, hogy az MSZP elvesztette a baloldaliságát, ezt a karakterét. A szakértők, a politikusok egyébként más-más dátumokhoz, történésekhez kötik az MSZP lejtmenetét. Ő mit gondol? Mikor volt a fordulópont? Ugye a baloldal az 2006 ősze óta nem tudott választást nyerni Magyarországon, viszont az MSZP az szerintem az első törést az 2009 után, tehát a 2010-es választásokon szenvedte el, és azóta tart a hattyúdala, aminek a legmélyebb pontjára érkezett igazából az európai parlamenti választásnál. Ugye nem gondoltuk volna, hogy egy olyan párt, ami még 2002 és 2010 között, tehát két cikluson keresztül kormányon volt, az egy pár évvel később már ennyire elveszíti a támogatottságát. Most pedig ugye azt mondják, hogy a 30 éves fennállásának a mélypontjára érkezett. Mit szól egyébként a szocialisták reakciójához Szanyi Tibor kilépése kapcsán? Újhely István reakciója mindenkinek megmaradt. Szerintem ő úgy fogalmazott, hogy senki sem sírta vörösre a szemét pártársuk távozása miatt. Ugyanakkor érdekes, hogy egy szóval sem tért ki a jelenlegi helyzetükre. Belső ellentétek is feszítik a szocialistákat? Hát különösen Újhely István és Szanyi Tibor között volt ellentét. Hiszen miért? Hiszen mind a ketten európai parlamenti képviselők, illetve Szanyi Tibor csak volt, mert az MSZP listáján ugye nem került befutó helyre, és már előtte is voltak ellentétek köztük, de ez még jobban kiélezte, tehát egyáltalán nem meglepő Újhelyinek a nyilatkozata, ő gyakorlatilag ezzel megszabadult egy politikai vetélytársától az MSZP-n belül. Egyébként a válságot azt a közvéleménykutatások is visszaigazolják. Kikerestem a Medián tavaly december elejé kutatása szerint a biztos szavazóknak csupán a 7%-a voksolna az MSZP-re, míg az Alves Research szerint 9%-on állnak. Ezek a számok is közrejátszhatnak abban, hogy a közös listát szorgalmazzák? Ugye ők elkezdték már tavaly emlegetni az összefogás fontosságát, de ez a megoldás nekik vajon? Nekik ez lenne a legegyszerűbb megoldás, ugyanis már most is ugye a párbeszéddel közösen indultak, és ha két párt közösen indul országgyűlési választáson, akkor nem 5%-os, hanem 10%-os a bejutási küszöb. A felmérések szerint tehát nem jutnának be a parlamentbe 2022-ben, hogyha ketten indulnak pártszövetségben. Ezért szorgalmazzák már tavaly január óta ugye az európai parlamenti választásokra is egy januári tüntetésen Tóth Bertalan arra szólította fel az ellenzéket, hogy induljanak közös listán. Ugye elemzők arról is beszélnek, hogy sem Mesterházi Attila, sem pedig Botka László nem tudta megállítani Gyurcsány Ferenc közeledését, és nem sikerült önálló identitást adniuk az MSZP-nek. Hogyan fognak viszonyulni Gyurcsány Ferenchez? Nézzük az ő szerepét, mit gondol róla? Gyurcsány Ferenc az sokat elmond a magyar ellenzékről, hogy még mindig ő tekinthető a legtehetségesebb politikusnak a baloldalon, és az MSZP nélküle úgy nem nagyon találja a helyét. Ugye a DK megalakulása óta van gyakorlatilag még nagyobb lejtmenetben az MSZP. Szerintem lehetséges, hogy 2022-re vagy megszűnik ez a párt, vagy beolvasztja magába a DK. Az MSZP vezérkara részéről ön szerint várható-e bármiféle ellenállás? Akár közös lista tekintetében, a célok tekintetében 2022 előtt, vagy ez már késő? Ugye korábban már voltak olyan politikusaik, akik pedzegették azt, hogy egyesülhetne az MSZP és a DK, tehát nem biztos, hogy ez az ötlet ellenállásba ütközne, viszont hogyha pedig nem teszik meg, akkor, amint mondtam, lehet, hogy
hogy meg is semmisül a párt. Tehát 2022-re vagy megerősödik, és hogyha továbbra is a Párbeszéddel szövetségben indul, akkor elér egy 10% feletti küszöböt, vagy ugye közös listán indul az egész ellenzék, amire egyébként a jobb oldalnak fel kell készülnie, mint lehetséges legrosszabb forgatókönyvre, hogy meg fognak próbálni az országgyűlési választásokra is összeállni, akár koordinált indulással, akár közös listával. Gyurcsány Ferencnek nem titkolt célja tehát, hogy egy általa vezetett ellenzékkel szeretne nekifutni a 2022-es választásoknak. Felmerül a kérdés, hogy ő szeretne vajon maradni a porondon, vagy felesége segítségét is kéri? Ez azért érdekes kérdés, mert Gyurcsány Ferenc mozgolódásából ugye azt láthatjuk, hogy ő szeretne az ellenzék vezetője lenni, viszont ő már egyszer kapott lehetőséget arra, hogy miniszterelnökként megcsillogtassa a tudását, és ennek az lett a következménye, bár az embereknek, a választópolgároknak a politikai emlékezete az általában elég rövid, de emlékezünk vissza, hogy a csőd szélére vitte az országot, emlékezünk az Összödi beszédre, emlékezünk arra, amire egyébként nagyon sok fiatal vagy, amiatt, mert még nem születtek meg akkor, vagy túl fiatalok voltak ahhoz, hogy erre emlékezzenek. 2006 őszén emberek szemét lövette ki, az ő nevében verték meg gyakorlatilag az ártatlan, az utcán sétálgató embereket is, nem csak azokat, akik randalíroztak, és egyébként az is helytelen volt, hogy velük szemben így jártak el. De hogy pont emiatt ő tekinthető az egyik legelutasítottabb politikusnak Magyarországon, és hogyha a nézőknek esetleg mond valamit egy amerikai politikai dráma sorozatnak, a Kártyavárnak a neve, ott is azt láthattuk, hogy amikor az elnökként megbukott főszereplő már nem indulhat újra, akkor a feleségét indítják el, tehát egyébként ennek alapján a valóságban is megtörténhet az, hogy Gyurcsány Ferenc helyett a neje Dobrev Klára fog elindulni közös miniszterelnök jelöltnek.